69 önálló kiállítással a háta mögött a hazai kortárs grafika meghatározó művészeként mutatta be legújabb összeállítását Lévai Ádám, akit színházi és könyvillusztrátori munkája által is ismerhet a közönség. A kiállítás tengelyében a művészre jellegzetes stílusú tusrajzai állnak, sajátos teremtett alakok, lények, amik a valóság és a képzelet határán neveznek. Nagyon fontosak ezek a rajzok. Komoly lehetőség arra, hogy elmélyülten gondolkozzunk magunkról, meg a világ legmélyebb dolgairól. Nagyon nehéz folyamat ez, tehát nyilván nem ez a művészetnek a legnépszerűbb ösvénye, amikor egy ilyenfajta képi világot kell megfejteni. De ugyanakkor valóban nagyon mély, sokszor nagyon érzelmes, egészen különböző esztétikai minőségeket képvisel, magyarán nagyon gazdag. És mindenképpen egy érett és értékes életmű. A falakon a Győri Színház megbízására készült nagy grafikai sorozatok egy-egy darabja is látható, így a faun az Echus vagy a rinocéroszok. A kortárs darabok sokszor nehezen értelmezhető lelki folyamatai. Minden megrajzolható, ez a szépsége a dolognak, és bárki bármit hisz a modern világról, hogy az animáció egy állókép, az sokkal többet tud elmondani. Ha valaki bele tud állni, vesz elég fáradtságot, hogy a rejtvényeket megfejtse, mert tele van ilyen furfangos játékos rejtvényekkel, és én ennek ilyen játékos híve vagyok és követője, úgyhogy én gyakran változtatom a, nem azt mondom, a stílusomat, mert azt nem lehet, az ember maga a stílus, szokták mondani, mert azt nem lehet elrejteni, annak ott kell lenni, a felületen látszódnia kell, vagy vonalba, vagy foldba, vagy színbe, teljesen mindegy, és akkor fogja az ember egy olyat, hogy akkor portékat fog csinálni, méghozzá ilyen doboz keretben, és ilyen talált tárgyak mit indítanak meg az emberbe. Például találtam egy csigát, egy tengeri csigát, és gondolkodtam rajta, hogy ez is egy ilyen némasság, ez is egy ilyen bezárkózottság, ez is egy elvonulásnak, elbújásnak a szimbolikája. És akkor gondoltam, hogy hát a kamalduliak, akik nem olyan messze innen, Majkon ugye ott volt a szerzetes rendjük, ők is egyébe csak egyszer beszélhettek, tehát ők is a némaságban burkolóztak, és egy ilyen nagyon csendes, elmélkedő papot akartam megrajzolni. Ezeket így jelezni kell valahol, és a rajzok, ezek mind jelzik azt, hogy mit sikerült felszedni, remélhetőleg pozitív, meg jó dolgokat, még mindig tanulok rajzolni, de most már csak saját magamtól.